A Baptista Egyházi Szociális Módszertani Központ idén is megrendezte a Cédrus alkotói tábort. A bentlakásos tábort augusztus 26-ától 5 napon át a Seregélyes melletti Elza Major pusztán a Pelikánház erdei iskolában rendezték meg, és azokat a 65 év feletti szépkorúakat várták, akik baptista fenntartású szociális szolgáltatást vesznek igénybe, illetve valamelyik baptista gyülekezethez tartoznak, és akik egy-egy művészeti ágat gyakorolnak, vagy szívesen kipróbálnak magukat ezen a téren. Az alapötlet onnan alakult, hogy szeretnénk éreztetni azt, hogy ez a korosztály is tud értéket adni, értéket teremteni, velük is foglalkozni kell, és nekik is fontos, hogy ezt tudják. Megfiatalítani nem tudjuk őket, de megpróbálunk mindent megtenni, hogy tudják ezeket az értékeket ők továbbvinni, hazavinni, és a következő táborig éltetjük őket ezekkel az emlékekkel. A Pelikánházban szívet melengető mindennapok részesei lehetnek a táborlakók, ott jártunk kor a Bütykölde csoport nyugdíjasai varázslatos, mélységesen emberi műsorral kedveskedtek a közösségnek. A kapcsolatunk a tábor kezdetétől folyamatosan van, egy véletlen folytán ismerkedtem meg Emőkével, és az alapötlet mindjárt kapcsolódott a mi tevékenységünkkel. A csoportom nagyon szívesen készül ezekre a rendezvényekre, szeretettel minden tudásunkat beleadjuk, hogy minden tevékenységet be tudjunk mutatni az itt élő, vagy itt jelenlevő táborlakóknak és a vendégeiknek. Az alkotói táborban mindenki kipróbálhatja, bemutathatja habitusának megfelelően kedvenc foglalatosságát. Lehet festeni, fényképezni, verset írni, szavalni, énekelni, citerázni, kosarat fonni, szőni, agyagozni, gyöngyöt fűzni, horgolni, mézes kalácsot díszíteni és egyéb művészeti tevékenységeket végezni. Berecki István társaival a Jánoshalmi Sorsok házából érkezett. Először vagyok itt, de én nekem nagyon sokat segített ez a tábor, sőt, én férfi létemre készítettem is egy ilyen kardőt, és akik itt tanították, tehát akik itt foglalkoznak, azok tényleg tiszta szívből és türelemmel gondosan foglalkoztak velünk, és én, hogy mondjam, lelkileg föltöltődtem, mert nagyon, nagyon jó lelkű emberek vannak itt, és ez egy töltést ad nekem. A táborban elkészült alkotásokat az előző évekhez hasonlóan a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában megrendezett kiállításon mutatják be. A tábor résztvevőit pedig emléklappal erősíthetik meg a módszertani központ munkatársai.